lettünk a végén, valamilyen nem jól koncentráltunk, vagy voltak olyan játékosok, akik nem voltak a toppon talán fejbe. Úgyhogy egyrészt örülök annak, hogy a játékokat nem felejtjük el, tehát tudunk azért tovább építkezni, tovább lépni belőle. Sajnos ez egy ilyen meccs volt, hogy értve nem sajnos, inkább örülni kell neki, hogy gyengébb játékot is tudtunk nyerni, de mondom, a védekezésünk az azt gondolom, hogy most már hetek óta dicséretes, illetve mondom múlt év óta, így legkevesebb gólt kaptuk a mezőnybe. A támadójátékunk most egy kicsit gyengébb volt, ez is 6 gólos győzelmet eredményezett, úgyhogy azért mindenképpen a 2 pontot megszereztük, tehát ennek örülünk. Én azt éreztem, hogy az első időkérésig azért álmomrott az ellenfél, viszont utána nem tudtatok mit kezdeni a játékkal egy darabig. Ugye az volt, hogy ugye tavaly ugye Komáromba kikaptunk tőlük, ott tényleg ott gyengén játszottunk, hát most lehet mondani most már évek múltával, hogy a Komárom az nekünk egy mumus csapat, tehát évről évre meg keserítik a dolgunkat magyarul, mert volt, hogy itthon is kikaptunk tőlük, meg olyan is előfordult, hogy mi nyertünk ott 9 góllal, tehát ilyen egymásnak ilyen bosszúságokat okozunk állandóan. Hát a tavalyi ugyanilyen volt egyébként, tehát nagyon gyengén játszottunk, ez eredményezte, hogy ott vereséget szenvedtünk. Most úgy készültünk, hogy egy jó kezdéssel megpróbálunk erőn teremteni. Arra készültünk, hogy mivel ott 5-1-es védekezéssel nyertek ellenünk, gondoltuk, hogy most így fognak kezdeni, ez így is volt. És ez nekünk ugye feküdt, mert erre felkészültünk, úgyhogy ezért tudtunk elmenni. Tehát megvoltak a játékaink erre az 5-1-es védekezésre, nem is tudták lereagálni, tehát elzerelni ezt az 5-0-át. Utána időt kértek, visszaálltak hatosfalra, na akkor ugye kellett volna játszanunk azt a játékot, amit eredetileges tudunk, játszottuk is, csak mondom, amit mondtam, nem jó megoldások születtek a végén, tehát megvoltak az előnyök, mondjuk szélén 2-1-be álltunk, és nem ment el odáig el a labda, hanem bejátszást próbáltunk belőle a beálló felé, tehát vagy lőni lehetett volna, mert hatosfalon voltak, tehát a beálló feje fölött simán lehetett volna kapura lőni. Sajnos ezek a játékosok, akik ebbe a döntés helyzetbe kerültek, nem tudták ezeket a helyzeteket jól megoldani, tehát a mozgást megcsináltuk, még egyszer mondom, de nem voltunk fejbe a toppon. Tehát ezért nem alakult ki egy nagyobb különbség, ami elvileg a játék alapján szerintem benne lehetett volna a meccsbe, az most benn maradt, de nyertünk. Nem csak a játék alapján, azért a tabella alapján is itt nagyobb különbséggel is nyerhettetek volna, nem? Hát ez, erre én azt mondom, hogy nem lehet tudni egy csapatnak a hátterét, hogy hol mi történik, ki beteg, ki nem utazik el a csapattal, tehát azért az NB2-ben vannak ilyenek, hogy nem lehet kiszámítani azt, hogy egy csapat milyen paszba lép pályára magyarul. Azt mondom, hogy leszámítva erről az élmezőnynek a csapatait, mert azért a Veszprém utánpótlás, a Füredi, aztán Szentgotthárd, mi, ezek azért kiki meccsek lesznek. Én azt gondolom, hogy ez a mérkőzés olyan volt, hogy ezt meg kellett nyerni. Ugye ez sosem nehéz, tehát azért mondom, hogy elmentünk Ácsra is, az Ács is például utolsó fordulóban össze a tabella alsó régiójába található, vagy elmentünk Pápára, Pápán is csak 2-vel nyertünk. De utána elmentünk Pápára például edzőmérkőzésre, mert 12-vel elvertük őket, tehát azért mondom, hogy azért nem lehet kiszámítani egy csapatnak, hogy milyen napot fog ki. Most a pozitívum ebben az, hogy a gyengébb játékunkat tudtunk azért magabiztosan nyerni, mert végig is végigvezettünk. Viszont nekünk nem most kell legjobban játszani, hanem majd ezek ellen a csapatok ellen, mint mondtam, a múlt heti, ugye ott tényleg jól játszottunk, ugye a Tatabányán az U23 ellen, Füreden kell nagyon jól játszanunk, itthon a Veszprém ellen, illetve hát mondom, amit mondtam, a Szentgotthárd elleni rangadó, ahol valószínű külön busz is lesz, tehát várjuk a szurkolókat, esetleg eljönnek velünk, az meg azért a végső tabella szempontjából meg nem lesz mindegy az a mérkőzés, tehát egy jó hangulatú összecsapásra van kilátás, nekünk ott kell a csúcson lenni, úgy gondolom. Idén szakítasz avval a hagyománnyal, hogy minden mérkőzésen kapsz egy sárgalapot, úgy láttam, hogy ez most sikerült. Nem volt okom különösebben a sárgalapra, talán a mérkőzés túlnyomó részébe. A végén meg már ugye nem érdemes, mert ugye ha megvan az előny, akkor már az ember próbál inkább a csapattal foglalkozni. Ugye a játékvezetés az MB2-ben olyan, amilyen, tehát nem azt mondom, hogy nincs neki tőle. Múlt héten nagyon jó bírópáros fújt, MB1-be fújnak, előtte nap a Orosháza mérkőzést fújták MB1-be, tehát azért az egy jó bíróküldés volt. Most se lehetünk azt gondolom, hogy elégedetlenek, bár tehát amikor a mérkőzésen csak az egyik játékvezető fújja folyamatosan a faltokat, a másik az csak úgymond részt vesz a mérkőzésen, akkor az úgy furcsa, hogy mindig egy dönt. Ezt most így egy kicsit hiányoltam, de nem, ezen múlott. Ha szorosabb a mérkőzés, akkor biztos bosszusabb vagyok, most így ez elmen. Kész a mérkőzés következik, a levelői Kárka. Mai vendége a Komáromi VS csapata. Bemutatom a két csapatot, Komárom 44-es Balogh Dániel, 1-es Gazda Pusztai Zsolt, 9-es Szakás Péter, 5-ös Szakás Tibor, 74-es Szabörgöri Mennyelmi, 18-as Juhász Gergő, 54-es Vadász Gergő, 7-es Pekár Bence, 29-es Csató Balázs, 10-es Szűcs Attila, 93-as Kővel Jár,
26-os Rencsó, 28-as Rózsegi Ákos, 11-es Réka Bence. Csak a rendőre már a rávára, senkülje, Végi Erdő. Lemelé Kárka Alka, 1-es számba Hőmár Máté, 91-es Ejzer László, 2-es Súti Amikus, 3-es Ejzer Valent, 9-es Polyáka Sol, 10-es Vajdai Sárszló, 11-es Szalai Ákos, Isten jövesse, 13-as Zendler Dániel, 14-es Zsigmond Ádám, 15-ös Külök János, 18-as Csaba Kapitány, Dr. Erős Péter, 20-as Szörös Csaba, 23-as Bajnóci Máté, 26-os Pék Balázs, 33-as Ignác Krisztián, 6-os Lencinger Gergő, 8-as Bukovics Marcell, és 8-as Körül Robert, csapat edzője, Kór Tamás. Tiszteltel köszönöm a két játékvezetőt, Ritter András és Zámbó Tibor sportársakat, a versenybíró Kór Károly, segítője Szilaj Valka Attila. Mindenkinek jó szurkolás, jó szórakozást kívánom, hajrá Ajka! Now
Köszönöm szépen!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
27 óra 30-kor junior mérkőzés, amelyik Kárga Ajka Dunától érse. A következő hazai találkozó március 19-én 16 órai kezdettel a vendégünk az NBL Veszprém 2-es gárdája, ott a juniorok 18 órakor fognak megmérkőzni. Március 12-én Szentgotthárba játszik a csapat a bajnokság első helyzetjének otthonában. Szurkolói különbusz szervező részéről díj 1000 forint, jelentkezni Baller alapán lehet. Szeretettel várjuk a szurkolókat, Szentgotthárba kísérjék el a csapatot és szurkoljanak nekünk. Köszönjük szépen! Yeah.
Oh!
Néztek egy jó kapát!
Szakács Péter. Oh!
Get out of the police!
szokás Tibó. Ez a
Thank you.
A mérkőzés 27-21-re megvan a lepedélyek által.